Gyerekek és szüleik a Pécsi Kodály Központban. A Diótörőt játszották a Pécsi Balett, a Pannon Filharmonikusok és a Bóbita Bábszínház közreműködésével decemberben, karácsony előtt. Az alkotó együttesek tagjai mind ünnepelnek idén. Az alapításának 210. évfordulóját ünneplő Pannon Filharmonikusok, a 60 éves Pécsi Balett és az ugyancsak 60. jubileumát ünneplő Bóbita Bábszínház összefogásából született a produkció. Ez igazából nem ez volt az összeállásnak, a hármas összeállásnak a lényege, de valóban mindannyian jubilálunk, akár a Bóbita, akár a PSZ, akár a Pécsi Balett kerekévfordulókat élünk meg. Ettől függetlenül történt ez a bizonyos felkérés a filharmonikusok részéről, kerestek meg minket, hogy csináljunk egy ilyen összefogást, ami csodálatosan sikerült, mert úgy gondolom, hogy ez egy igazi klasszikus karácsonyi ajándék a közönségnek. Élőzenével nagyon régen táncoltunk, és nagyszerű a dramaturgiailag, hogy össze tudtunk fogni Szét Danival is, aki a Bábszínházat képviseli. Vas András csodálatos segítséget nyújt a táncosoknak, mert nagyon-nagyon ritka és különleges dolog, mikor egy karmester olyan tempót vezénye, hogy az a begyakorolt táncoláshoz passzol, úgyhogy közönségnek már lement belőle, tegnap volt a premier, előtte volt egy nyilvános főpróba, nagyon nagy sikere van a dolognak, és úgy látszik, hogy nagy szükség van rá. Csajkovszkij Diótörője a világ balett színpadainak állandó és megunhatatlan darabja. Ez a mű a zeneszerző utolsó balettje, egyben utolsó színpadi műve. A Diótörő előadásain generációk nőttek fel, és kerültek közelebb a zenéhez és a tánchoz. A mű szimbólumrendszere minden korszak gyermekei számára érzékletes módon jeleníti meg azt, hogy a gyermeki fantázia szabadon szárnyaló, színes és kalandos. Kérdés, hogy lehet-e még valamit hozzátenni az újabb színpadra állításkor. Nem modernkedtünk, hanem ragaszkodtunk Hoffmannhoz, úgyhogy az igazi mesét próbáltuk pici kis finomításokkal, de maradtunk benne a klasszikus elképzelésbe. Ezt látom a gyerekek érdeklődését, hogy mindenki már úgy jön, hogy kicsit szerintem ismerik a mesét, szülők biztos elmesélték nekik, de semmi zavart nem okoz a történetünk, mert tökéletesen érthető és a klasszikus történetre épül. Az előadás létrehozása azért jelentett kihívást, főleg úgy, hogy külsős gyerekszereplőket is bevettek a darab megvalósításába. Nagyon jól sikerült. Kemény munka volt, meg kell mondjam, mert 20 kisgyerek van benne, akik nem a mi képzett kis növendékeink, de nagyon ügyesen alkalmazkodtak a feladathoz. Külön dolgozunk, ennek az a lényege, ebből egy vagy kettő közös zenekari próba volt a helyszínen, a többi mindenki saját maga, mi a balettermünkben, ők a saját helyükön, úgyhogy így csináltuk. A Diótörő most bekerül a Fiókba, aztán majd kiderül, hogy jövő karácsonykor újra bemutatják-e, mondta Ukrin Teodóra.
A diótörő ötlete a cári színházak egykori főigazgatójától származott. Hoffmann diótörő és egérkirály című meséjéből munkatársával olyan mesebalettet akart rendeztetni, amely minden addigit felülmúl. A diótörő Csajkovszki utolsó balettje és egyben utolsó színpadi műve. A mű első koreográfiáját Máriusz Pepita tervezte. Nagy sikert aratott ősbemutatójára 1892. december 18-án került sor a Szentpétervári Marinszkij Színházban. A Magyar Királyi Operaházban először 1927. december 21-én mutatták be.